Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Elszámoltak az adóforintokkal, nem emelik, mégis évről évre több a helyi adóbevétel Szekszárdon. Esély a népességcsökkenés megállítására 150 milliárd idén a Magyar Falu programban. Lezárult a nyomozás, 14 év börtönt is kaphat a dunakömlődi lövöldöző. Útjelző, egyedülálló ifjúságvédelmi programot indít a rendőrség. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Folyamatosan nő a helyi adóbevétel Szekszárdon, aminek túlnyomó részét az itt működő vállalkozások fizetik be a városkasszába. Átsrezső polgármester a legnagyobb cégek vezetői előtt idén is beszámolt arról, mire mentek el adóforintjaik. Hagyni kell dolgozni a vállalkozásokat, ezért nem nyúltak hozzá az elmúlt években a helyi adókhoz Szekszárdon. A 3 milliárd forintot is meghaladta az összeg, amit a megyeszékhely helyben szedett be tavaly. Ebből 2,5 milliárdot iparűzési adóban fizettek be az itt működő cégek. Ez azért lényeges, mert ezzel szabadon tud bánni a város. Ezt lehet felhasználni önerőként a pályázatokhoz, ebből lehet önként vállalt feladatokat finanszírozni és saját fejlesztéseket megvalósítani. A helyi cégekkel történő együttműködés viszont nem áll meg itt. Külön örömmel tölt el engem, hogy a nagyvárosi rendezvények kapcsán is számíthatunk ezekre a vállalkozásokra, hiszen mindig mellénk állnak, támogatják ezeket a rendezvényeket. Azt várják ők is, hogy minden olyan esemény, ahol az ő munkavállalók jól érzik magukat és ki tudnak kapcsolódni, és ráadásul olyan magas színvonalú programok jönnek ide, mint amilyen a születinapok vagy éppen a pünkösdi és vadünnep, azokat érdemes támogatni, hiszen szükség van a feltöltődésre nekik is, és a dolgozóiknak is. Tán soha nem volt ilyen jó gazdasági környezet, mint most, mondta az esten Szepesi Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára. A gazdaság növekedése gyors, a kis- és középvállalkozások fejlődése pedig nem marad el a multikétól, sőt, a termelékenységük 2009 óta 20%-kal nőtt, ami jobb, mint a multinacionális cégeké. Közben az adóterhelés 52-ről 39%-ra csökkent. Vannak kihívások, korszakváltás előtt áll a magyar gazdaság, nagyon gyorsan nőnek a bérek, ezt a cégeknek ki kell tudni termelni. Aki nem lép be a digitalizáció világába, az egész világból kimarad. Ezen kívül a következő 10 évben a magyar vállalkozások irányítónak tulajdonosnak több, mint fele van nyugdíjba. Mindezekből az következik, hogy van feladat előttünk elég, hogy a most meglevő gyors fejlődési ütemet meg tudjuk tartani. A cégek a GINOP programból idén 130 milliárd forint támogatásra számíthatnak, a 2021-27-es uniós ciklus előkészítése pedig most zajlik. Az államtitkár annyit elárult, hogy az uniós elképzelés szerint kevesebb pénz jutna Magyarországnak, mint korábban, amit ők nem akarnak hagyni. Konkrét intézkedésekre viszont csak a májusi választás után lehet számítani. Az idei esztendőben induló és várhatóan 2030-ig tartó Magyar Falu program megállíthatja a népességcsökkenést, mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Megítélése szerint a program alkalmas arra, hogy segítse a fiatalokat életük fontos kérdéseinek megválaszolásában. A program idén országosan 150 milliárd forinttal támogatja a kisközösségeket. Olyan komplex program a Magyar Falvak programja, mely minden vidéki fiatal számára válaszokat adhat az életkezdés és családalapítás során felmerülő kérdésekre. Hangzott el a kistelepülések polgármestereinek szóló tájékoztatón. Libányi József, a megyei közgyűlés alelnöke azt mondta, itt nem csak infrastruktúrális fejlesztésekről kell beszélni, hanem közösségfejlesztésről is. Egy olyan rendszerben vagyunk, amit úgy hívnak, hogy Európai Unió, egészen más bérszint van nyugaton, és egészen más bérszint van itt Magyarországon. Ezek egy idő után, gondolom, a következő 10 évben mindenképpen konszolidálódni fog ez a bérszint különbség és bérszint feszültség. Viszont az, hogy az ember megtalálja az otthonát, a helyét, a családját, az mindenképpen az kell, hogy ezek a közösségek, amik a magyar falvakban jelenleg
jelenleg működnek, élnek több száz év óta, ezek továbbra is viruljanak, és a kormányzat ehhez teszi hozzá ezt a programot, amivel kb. 150 milliárd, ha jól emlékszem, ez az összeg, amivel próbál közösséget építeni, és próbál infrastruktúrát is fejleszteni, hogy a helyben maradás és a helyben boldogulás megoldódjon. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a Bonyhádi térség országgyűlési képviselője azt mondta, a völcség 58 településében a program elsősorban az úthálózatok fejlesztését segítheti majd. Az államtitkár kiemelte, a program hosszú távú és sokrétű, és így nagyban hozzájárulhat a vidéki demográfiai problémák megoldásán. Jelentős elmozdulás történt, az 1.15-ös, 1.20-as számról 1.50 fölé emelkedett már ez a szám, tehát hogy hány gyereket vállal egy-egy házas már, viszont ezt 2-2 fölé kellene emelni ahhoz, hogy az adott korosztály reprodukálni tudja önmagát, tehát a csökkenés megálljon. A 2030-ig tartó program egyik legfontosabb célja, hogy növekedjen a népesség. A kormányzat szándéka szerint a családtámogatási programok segítik majd ezt a folyamatot. Péntektől új jogszabály lép életbe a közszférában, a kormányhivatalok, járási hivatalok, nyugdíjfolyósítási igazgatóságok, a minisztériumok és a magyar államkincstár dolgozóinak a munkaidejébe nem számít bele az ebédidejük fél órája. Emellett az alapszabadságuk 25 napról 20 napra csökken, és már nem a munkában töltött idő, hanem a pozíció határozza meg a további szabadnapok számát. További változás, hogy a napi munkaidő ellentételezés nélkül terjeszthető ki 12 órára, azaz a túlórákat sem fizetik ki. A köztisztviselők szakszervezete tiltakozását fejezte ki a rendelkezés ellen. Akár 2033-ig is börtönbe kerülhet az a férfi, aki tavaly júniusban rálőtt egy barátjára Dunakömlődön. Az áldozatnak a mája sérült meg. A házkutatás során a rendőrök az illegálisan tartott fegyver mellett még több mint 1300 darab szintén szabálytalanul beszerzett éleslőszert is lefoglaltak, a két férfi közös italozás során veszett össze. Bilincsben vezetőszáron kísérték ki a bíróság épületéből a rendőrök a gyerekkori barátjára rálövő férfit még tavaly nyáron. A 40 éves vadász már akkor előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság, azóta sem engedték ki a börtönből. Ennél a háznál dördült el a lövés, a két férfi az épület felújításán dolgozott, munka közben végig ittak, majd összeszólalkoztak, és az áldozat kétszer megrúgta a későbbi támadóját. Az ittas állapotban lévő férfi egy 0,22-es kaliberű lőfegyverrel mellkason lőtte ismerősét, aki súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett. A férfit a rendőrök elfogták, majd előállították. Gyanúsítottként a kihallgatását követően pedig őrizetbe vették. Az életveszélyt okozó lövés után megtartott házkutatás során több mint 1300 illegálisan tartott éleslőszert és a fegyvert is lefoglalták a rendőrök. A nyomozás most zárult le. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya folytatott eljárást, emberölés kísérlet büntet, valamint lőszfegyverrel és lőszerrel visszaélés büntet megalapozott gyanúja miatt TZ 40 éves dunakömlődi lakos ellen. A lövöldöző férfi csak az emberölés kísérletéért akár 15 év börtönt is kaphat. A meglőtt áldozatnak a mája sérült, azóta már felépült. Az országban egyedülálló ifjúságvédelmi akciót indít a Tolna megyei rendőrfőkapitányság. A pénzből videókkal tarkított zenés foglalkozásokat tartanak majd diákoknak, sőt igazi internetes nagyágyúkat, a legnépszerűbb hazai youtuberek közül többeket is sikerült megnyerni a kampányra. Modern digitális animáció, amin a néző egy út felett haladó kameraképét látja, ezzel a bejátszással indulnak majd a Tolna megyei rendőrfőkapitányság útjelző nevű ifjúságvédelmi programjának előadásai. A kisfilmeket, zenei betétet és színpadi elemeket is tartalmazó rendezvényeken 7-es, 8-os, 9-es és 10-es diákok vehetnek részt. Tolna, Baranya és Somogy megye 15 településén, összesen közel 4000-en. Annyira szerettem volna szép lenni. Beát mindenki szerette. Gyönyörű volt, de gonosz. Csúfolt és hangosan kacagott. Egy túlsúlyos kamaszlányt érő támadásokat, majd pedig az ezek miatti öngyilkossági kísérletét mutatja be az egyik kisfilm, amit a gyerekeknek vetítenek majd a rendőrök. A történet komoran indul, a főszereplő a végére mégis boldog felnőtt lesz. A szakemberek több hasonló anyagot is bemutatnak a fiataloknak az őket fenyegető veszélyforrásokról. Helyet kapott a programunkban a szerfogyasztás, mint kockázati tényező, illetve az iskolai erőszak, az iskolai zaklatások,
szintén szólni fogunk az internet veszélyeiről, valamint a biztonságos internetezésről, és bár ugye közvetlenül azért nem széles körben érinti a fiatalokat, de a prostitúcióról is, mint olyanról szeretnénk a programban szólni. A videók lejátszása után egyenruhában levő rendőr beszél majd egy-egy megrázó megtörtént esetről a diákoknak. Ez pedig már a Hol az Alán együttes gyerekeknek írt pozitív üzeneteket tartalmazó dala, amit a hozzá készített videoklippel együtt szintén levetítenek majd minden alkalommal a rendőrök. Az országosan egyedülálló ifjúságvédelmi programra több mint 17 millió forintot nyert a Tolna megyei rendőrfőkapitányság. Úgy látom, a sebesség határt átlépted. Részlet az egyik legnépszerűbb hazai youtuber, Pamkutya egyik videójából. A kéttagú formációnak ezt az egy anyagát több mint 28 milliószor nézték meg másfél év alatt. Pamkutyáik és rajtuk kívül több hazai internetes sztár is csatlakozott a rendőrségi kampányhoz. A szakemberek szerint ők tudják a leghatékonyabban megszólítani a fiatalokat. A program második felében velük fogunk beszélgetést folytatni a fiatalságot érintő problémakörökről, kockázatokról. Az útjelző nevű program első Tolna megyei rendezvényére március 5-én Dombóváron kerül sor, ezt követően 7-én Tamásiban, 12-én Szekszárdon, 13-án Bonyhádon, 20-án pedig Pakson ismerhetik meg azt a gyerekek. Az április 30-án záruló roadshow ezt követően Baranya és Somogy megyei településekre látogat el. Több millió forint értékű eszközöket nyertek egy pályázaton a Tolna megyei önkéntes mentőszervezetek, amit a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szakembereitől vehettek át a Polgári Védelmi Világnap kapcsán tartott ünnepségen. Az áramfejlesztő agregátornak, szivattyúnak és egyéb eszközöknek az önkéntes mentőszervezetek nagyon örülnek, mert mint mondják, így hatékonyabban tudnak bekapcsolódni kárenyhítés és helyreállítás munkálataiba, támogatva a katasztrófavédelem munkáját. Behajtjuk, elhúzzuk magunk fele, megfújjuk a négy sarkát. Éppen tanulják a paksi önkéntesek a katasztrófavédelmi szakemberektől, hogyan kell homokzsákokból védművet építeni ezen a 4 évvel ezelőtti felvételen. Erre a tudásra, valamint az eszközökre nagy szükségük van, ha árad a Duna. Sziasztok! Targoncán szállították a pályázaton elnyert több millió forint értékű eszközöket a szekszárdi tűzoltók, majd kiosztották azokat a Tolna megyei önkéntes mentőszervezeteknek. A bátai polgárőrök egy áramfejlesztő agregátort és egy szivattyút kaptak. Vezetőjük azt mondja, nagy szükségük volt már ezekre az eszközökre. Kárenyítéseknek a könnyebb elvégzéséhez kaptuk ezeket. Nagyon örülünk neki, hogy így könnyebben tudjuk végezni ezek után a munkánkat, a feladatunkat, mert ugye bármikor árvíz, vagy bármilyen belvíz, vagy ilyen károk vannak, akkor ugye sokkal könnyebben el tudjuk végezni tármentesítést akár a lakóházakról, vagy a kertekről, bármiről, le tudjuk szivattyúzni időben a vizet. Az önkéntes mentőszervezetek ezeket az eszközöket a környezeti és energiahatékonysági operatív program pályázatán nyerték el, amiket a Polgári Védelem Világnapján vehettek át Szekszárdon. Tolna megyéből 7 önkéntes mentőszervezet pályázott, mind a 7 sikeresen zagyszivattyúkat, illetve áramfejlesztőket vehetnek most át. Ennek az egész projektnek az a célja, hogy az önkéntes mentőszervezetek a kárfelszámolás során hatékony eszköz és járműparkkal, illetve megfelelő tudással felvértezve tudjanak beavatkozni. A Polgári Védelmi Világnapi rendezvény 2 napon át tart Szekszárdon. Az ünnepélyes beszédek és pályázaton elnyert eszközök átadásán túl folytatódnak a színes programok a hétvégén is. A nyitott szertárkapuk elnevezésű rendezvény keretében a szekszárdi tűzoltóságon például bárki beülhet a tűzoltóautókba, és kipróbálhatja, milyen lánglovakként dolgozni. Megtartott a farsangi báját a szekszárdi Babits nyugdíjas klub. Idén is, ahogy hosszú évek óta, a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermét díszítették fel a mulatságra. Idén 170-en gyűltek össze a bára. Már 12 órától várták a különböző klubok tagjait, akik nem csak Szekszárdról jöttek, hanem Decsről és Bártaszékről is. A farsangi felvonulás sem maradhatott ki. Van, aki fekete özvegynek, más kalambónak öltözött be. A farsangi bálon, amely a hagyományőrzést és a közösségépítést szolgálja, Ács Rezső Szekszárd polgármestere mondott köszöntőt. A városvezető azt emelte ki, Szekszárdnak fontos a szépkorúak támogatása.
A Magyar Neurológia legnagyobb szabású konferenciája zajlik minden esztendőben Szekszárdon. A tanácskozás jelentősége abban áll, hogy olyan eseteket vizsgálnak, melyek önmagukban egyedülállóak és nagyban segíthetik a mindennapos gyógyító munkát. Idén 50-nél több előadást hallgathatnak meg a résztvevők. A neurológiai betegségek száma évek óta nem mutat kiemelkedő növekedést. Ebből a sztrókok kivételek. A gyógyítás technikája és a gyógyszerezettség is nagyot fejlődött az utóbbi időben, mondta Kondákod István, a Balassa János Kórház neurológus főorvosa, a konferencia házigazdája. Azt mondja, olyan széles skálát szolgált a neurológia, aminek a napi gyógyítás területén tapasztalt esetei tanulságul szolgálhatnak minden gyógyító számára. Szekszárdon külön büszkeséggel mondhatom, hogy egyrészt a helyi eljárásoknak, a szakmák közös kooperációjának köszönhetően, másrészt a Poténak az idegsebészeti klinikával kapcsolatos mindennapos gyakorlatnak köszönhetően a legkorszerűbb technikákat tudjuk alkalmazni az akut stroke tekintetében. De máskor képek, szklerózis multiplex, epilepszia sorolhatnám. Nagyon jó helyzet van olyan szempontból, hogy az elmúlt években, évtizedekben rendkívül jó gyógyszerek kerültek forgalomba, ami Magyarországon is elérhető, tehát sokkal nagyobb arányban tudunk egy nagyon jó minőségű életet, egy elfogadható életminőséget, panaszmentes életet biztosítani. A dél-dunántúli együttműködés példaértékkel bír, mondta Janszki József, a Pécsi Neurológiai Klinika igazgatója. Abból a szempontból, hogy az egyes területek gyógyítására más-más kórházakban szakosodtak. Az idegrendszerre foglalkozó szakemberek már specializálódtak, és éppen ezért, hogyha van három megye, amik a különböző súlypontú ellátásokkal bír, ott ez értelemszerűen az, hogy kialakítsuk ezt a megosztást. Az idei konferencián 50-nél több esettanulmányt ismerhettek meg a résztvevők. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. 130 kiállító és több száz látogató 13. alkalommal rendezték meg Pécsen a Pollack Expót. Versenyfutás a balatoni nyaralókért, elsősorban a partmenti ingatlanokat keresik. Rekordtermést hozhat a jó idő, érdemes időben szerződést kötni a gazdáknak. Látványos bemutatók, szakmai előadások, kapcsolatépítés. Idén ismét megrendezték a Pollack Expót Pécsett. A kétnapos szakmai kiállításon és konferencián több mint 130 kiállító és több száz regisztrált látogató, egyetemisták, a gyakorló szakemberek vettek részt. Idén 13. alkalommal rendezik meg a Pollack Expót február 28-a és március 1-e között Pécsen. A kétnapos szakmai kiállítás és konferencia nagy jelentőséggel bír az egyetem életében, mondta Miseta Attila az esemény megnyitóján. A PTR rektora hozzátette, a rendezvény egy kapcsolatépítési lehetőség is. Itt találkozhatnak egymással oktatóink, és azok, akik azokat a termékeket gyártják, forgalmazzák, amelyeknek a fejlesztésében remélhetőleg egyre nagyobb szerepe lesz a mi oktatóinknak és diákjainknak is. Az ünnepségen Medvegy Gabriella beszédében elmondta, az expó célja, hogy az egyetemisták találkozhassanak a régió ipari gazdasági szereplőivel. A műszaki és informatikai kar dékánja kiemelte, egy ilyen program nagy mértékben előre mozdíthatja a közös gondolkodást, fejlődést. Egy ilyen nagy rendezvény kapcsán, mint a Pollack Expo, újra és újra aláhúzzuk azt, hogy mennyire komolyan gondoljuk a szakmai folytonosságot, akár önfolytonosságot a műszaki kar életében. Nagyon örülünk, hogy ennyien itt vannak, itt vagytok. A mérleg 130 fölötti kiállító, sok száz regisztrált résztvevő, több résztvevő támogató. A kiállítók standokkal várták az érdeklődőket, köztük a Lafarge Királyegyházi cementgyárának képviselete. A vállalat már 5 éve vesz részt ezen a szakmai rendezvényen. A gyárral nem csak a kiállítótérben, hanem előadás keretei között is megismerkedhetnek a látogatók. Az idejében ami érdekesség lesz a Lafarge Hold cím díj, hiszen újraindul a 6. ciklus, illetve fogunk beszélni az idejében a 3D nyomtatásról, hiszen van egy közös elképzelésünk az egyetemmel, hogy együttműködésben szeretnénk a 3D nyomtatást itt Magyarországon meghonosítani betonba.
A Pollock Expo egyébként idén is nagy érdeklődésnek örvendett a 3D-s nyomtató, de hidrogéncellás üzemanyagtartályt, robotkart és környezethatékony szennyvíztisztító berendezést is láthattak a résztvevők. Országszerte rohamosan nő a kereslet az ingatlan piacon. A leginkább érintett régió a Balaton, ahol már nem ritka, hogy 1 millió forintot is elkérnek a nyaralók négyzetméteréért. Érdemes most vásárolni, hiszen a strandok nyitásával az árak még tovább emelkedhetnek. Az igényekre reagálva gombamód szaporodnak az építkezések, a legtöbb beruházás Siófokon zajlik, ahol jelenleg 22 projektben közel 1000 lakás építése van folyamatban. 50 méterre helyezkedik el a Balatonparttól új építésű téglafalazatú ház, a kornak megfelelő szigetelőrendszerrel. Ez a 200 négyzetméteres ház csak egy a számos eladó ingatlan közül a Balatonnál. 4 szoba, 3 fürdőszoba, hőszivattyús fűtés és saját medence. Mindez 870 ezer forintos négyzetméter áron. Az Otthoncentrum közleményében arról írnak a szakemberek, 2013 és 2017 között 68%-kal növekedett a balatonparti ingatlanok iránt a kereslet. Sokan pedig még most tavasszal szeretnének vásárolni. Nagyjából a Balatontól ilyen 1 kilométeres távolságon belül minimum 2 szoba nappalival rendelkező önálló kis házak, nyaralók, kis telekkel, és a 25 millió forint lenne az, amit mindenki nagyon kiszívesen kifizetne érte, ebből is egyre kevesebb van, de nagyon keresettek a parti lakások is, amelyeknek 1 millió forint a négyzetméter ára. A nagy kereslet feltornázta az ingatlanok árát, 2013 és 2017 között 40%-kal emelkedett a négyzetméterenkénti ár. Ma már jócskán a zsebébe kell nyúlnia annak, aki a Balatonparton szeretne házat vagy lakást vásárolni. 3-4 évvel ezelőtt a Balaton környékén, mondjuk Balaton, Szabadi, Sóston 10-12 millióért is lehetett kis nyaralót találni, ez most már 20 millió forint alatt nem létezik. Tehát ott is kifogytak a 20 millió forint alatti nyaralók, amit viszont nagyon sokan keresnének. A növekvő keresletet az új lakáspiac is igyekszik kiszolgálni. A legtöbb beruházás Siófokon zajlik, ahol jelenleg 22 projektben közel 1000 lakás építése van folyamatban. Szintén kiemelkedő lakásszám tekintetében Balatonfüred és Balatonlelle. Nem panaszkodnak az idei télre a somogyi gazdák. Bár csapadékban szegény volt a tél, az őszi vetések ezt annyira nem sínylették meg. A szőlőültetvények nagy része is túl van már a metszéseken, sok helyütt már a talajművelésre készülnek. Az előrejelzések szerint egész Európában kedvező tavaszi és nyári idő várható, így egyes gabonafélékből és kék szőlőből is rekordtermésig érkezik. Ne legyen görbe a tőke. Tehát azt szeretjük, ha egyenes. Fagykárok nélkül vészelték át a telet az őszi vetések és a szőlőültetvények Somogyban. A jó időnek köszönhetően pedig egyre több helyen látni a szőlőben dolgozó gazdákat. Sok helyütt már a metszések jó részét elvégezték, sőt a kötözés is befejeződött. A termelők azt mondják, jobban örültek volna egy csapadékosabb, hidegebb télnek, de ennek is megvolt az előnye. A növényvédőszernek a hatása jobb legyen, ehhez nekünk hidegebb kellett volna, ami otthon a háztartásban jó, hogy keveset kell fűteni, ezt mi növényvédőszerbe valószínűleg meg fogjuk fizetni az elkövetkezendő időkbe. És ez alkalmat adott viszont arra, hogy gyakorlatilag október végétől tudtunk szőlőt metszeni. Jó terméskilátások várhatók a megyében, ezt már Gombos Sándor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi elnöke mondta híradónknak. A Somogyban vetett 54 ezer hektár őszi búzának fele kiváló minőségű, bárha a szárazság tovább tart, ez még okozhat problémákat. Jelentéktelen mennyiségű kis csapadékocskák vannak, a talaj felső 20 cm-re viszonylag száraz, az alatt van nedvesség, de a felső 20 cm száraz, ezt sajnos a gabonák mutatják. Az őszi repce és árpa azonban ennek ellenére 70%-ban kitűnőnek mondható. A gyümölcsösökben is pozitív képet mutatnak a tavaszi ellenőrzések, fagykár itt sem mutatkozott. Az agrárszakember kiemelte, az előrejelzések szerint az idén szinte egész Európában jó termés várható, főként gabonából és szőlőből, így a hazai gazdáknak minél előbb gondoskodniuk kell terményük felvásárlásáról. És végül nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
Elszámoltak az adóforintokkal, nem emelik, mégis évről évre több a helyi adóbevétel Szekszárdon. Esély a népességcsökkenés megállítására 150 milliárd idén a Magyar Falu programban. Lezárult a nyomozás, 14 év börtönt is kaphat a dunakömlődi lövöldöző. Útjelző, egyedülálló ifjúságvédelmi programot indít a rendőrség. Hétvégén változó, felhős időre számíthatunk, kisebb eső, zápor is előfordulhat, az elmúlt napokhoz képest hűvösebb, de az évszakos átlagnál még így is kissé enyhébb idő valószínű. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is műsorainkat visszanézhetik a tornatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket, viszontlátásra!